nyolc kötetes naplót anyám apám halála után rendezte sajtó alá, és ezek úgy adódtak, úgy állította össze, hogy kikereste a Domokos Mátyás szerkesztővel együtt azokat az írásait apámnak, amelyek megjelentek valahol itt-ott, de kötetben nem kerültek be, rövidebb esszék, és elővette anyám apámnak a kézírásos naplójegyzeteit. Ezek sokkal bővebbek és sokkal teljesebbek a 70-es évektől fogva, mert akkor anyám biztatta apámat arra, hogy írja le, ne írjon más, csak azt, hogy aznap mi történt. Apám nem vezetett ilyen napról napra menő naplót, kivéve az ostrom idején. És ahogy kiderült, ebben az 56-os naplóban is egy ilyen esemény napló van. Ezt az események indokolják, amikor Illyés Gyula úgy érezte, hogy meg kell örökítenie mindent. Ez nem került be a 8 kötetesbe, mert anyám ezt nem találta. Nem vagyok abban bizonyos, hogy elrejtették, de az is lehet, hogy elrejtették, de az is lehet, hogy csak egy jó helyre eltették, bekerült két könyv közé, fölkerült a padlásra, még talán 57-ben, és utána voltak átalakítások, festés, stb. Tehát fönt volt a padláson, ott lapult egy poros ládában, és véletlenül találtuk ezt meg, a vőm találta meg. 2014. április 24-én találtuk meg a padláson Illyés Gyula 1956-os naplóját. Szinte klasszikus körülmények között, nagy poros láda, tele régi kiadványokkal, és ennek a legmélyén volt egy apró téglalap alakú 56-os újságokkal becsomagolt kis tömbölcske, szépen átkötve spárgával, és ezt kibontva Mária egyből felismerte, hogy ez édesapja 56-os naplója lesz. Már akkor tudtuk, hogy nagyon nagy kihívás lesz ennek a kibogarászása, felfejtése. Apró kis cetlikre írta apám elég gyorsan, de sokkal összefüggőbb ez, mint az ostrom idején vezetett naplója, mert ott csak néhány szóban jegyezte fel a történéseket, itt viszont leírások vannak. Ennek ellenére jegyzetek nélkül érthetetlen volna. Mi magunk is két évig dolgoztunk azon, hogy egyrészt elolvassuk apámnak a nem mindig jól olvasható kézírását, azután értelmezzük azt, amit írt, kezdőbetűket, mert kezdőbetűkkel jelölte meg a szereplőket, azokat azonosítsuk. Szerencsére 56-ra már emlékszem. Pontosan tudtam, hogy amikor azt írja apám, hogy B, akkor az Bíbót jelenti, ha F-et ír, akkor az Farkas Ferencet jelenti. Tehát hosszú ideig tartott, még ezt elolvastuk, értelmeztük, és akkor Horváth István elkészítette a jegyzeteket. Illyésnek ez a műve nem is igazániból a már ismert 56-os fegyveres forradalomról szól, hanem a novemberi-decemberi részekről. Igazániból ezek a hangsúlyosak a kötetben. Az, amikor a fegyveres ellenállás már lezárul, a szovjet invázió nagyon sok, rengeteg sok katonával jelen van. Szó se lehet arról, hogy fegyverrel harcolunk tovább, vagy harcolnak tovább. És kezdődik egy másik korszak, amikor az úgynevezett szellemi ellenállás indul el, amikor a fegyvereket felváltják a toll, a ceruza, illetve az írott szó, és egy teljesen más ront nyílik meg. Rengeteg nem ismert adat van ebben a naplóban, mert apám közhiedelemmel, hát ellentétben nagyon sok helyen ott volt, állandóan járta a várost, nagyon sok mindent látott, és ami nagyon fontos, hogy sok fontos tárgyaláson vett részt, hát szereplőként, hogy úgy mondjam, bizonyos értelemben főszereplőként, és hát röviden ugye, de leírja, hogy ott ki mit mondott. Egy forrás értékű dokumentum apámnak az 56. október 23-tól 57. január 31-éig terjedő naplója, éppen 100 nap, 100 nap Illyés Gyula életéből. Hajlamosak irodalomtörténészek meg, akik apámról írnak, a jellemvonásai közé betenni azt, minthogyha ő egy ravasz ember lett volna, aki előre kiszámított dolgokat, és ez még pozitív
módon is értelmezik, tehát azt mondják, hogy na hát így, és jól átlátta ezt a helyzetet, és milyen jól helytált, mert ő előre látta a dolgokat. Tehát, hogy ebben is valamilyen ravaszság van. Meg kell mondanom, apámat ez nagyon bántotta ez a jelző, és én meg semmi ravasságot soha nem láttam benne, nem volt benne ravasság, és ebből a naplóból ez a jellemvonása, ez a jó hiszeműsége és az optimizmusa teljesen nyilvánvaló. Minden helyzetet úgy tekintett, hogy az a helyzet jobbra tud fordulni, és nézzük azt a jobb dolgot. Így és Gyula egyértelműen látta ezt a forradalmat forradalomnak. Tehát nem volt benne megingás, hogy ez most esetleg valami más. Le is írja, hogy figyelte, hogy nem történik-e olyan valami, ami hát neki, mint baloldalinak, mert hát ugye egy baloldali és szocialista hitet valló ember volt, a nem tetszését kiváltja, és ez nincsen bent a naplóban. Azt az elején láttuk, ahogy elkezdtük a szöveget felfejteni, hogy rengeteg kutatómunkára lesz szükség, igen sok lábedzetre van szükség, és rendkívül sok függeléket kell beillesztenünk. 56-ot egy egészen más olvasatban lehet megtekinteni. Nagyon érdekes volt, hogy amíg a fegyveres ellenállásban résztvevő fiatalok szerepe már véget ért novemberben, az írók szerepe mennyire előtérbe kerül november és december folyamán. A munkástanácsokhoz hasonlóan, ahogy a munkásságnak megalakulnak az önszerveződő testületei, az írók részéről ugyanígy megalakul egy önszerveződő testület, ami már egy létező írószövetségről szól, és ők tömörítik azt a forradalom mellett hitettevő véleményt, hogy igenis december 28-ig, az utolsó lehetőségig hitet tettek a forradalom mellett. Mikor fölfüggesztik az írószövetség működését, és meg akarják alakítani az írói tanácsot, Dériék egy darabig, tehát a kommunista írók úgy gondolták, hogy őket meg lehet védeni azzal, hogyha bizonyos emberek, mint apám, Németh László, vállalják az írói tanácsba való belépést. A december végétől kezdődő időszak egy nagyon bizonytalan időszak volt. Én azt hiszem, hogy a Kádár rendszer akkor kezdte megvetni a lábát, és még nem voltak szilárd talajon azok a talpak, tehát még ők is tapogatoztak, hogy mit lehet csinálni, merre lehet elindulni. Egy darabig apám is hajlott arra, hogy lépjenek be, így mentsék azokat, akiket menteni lehet, hogy valami szavuk legyen. Hát korábban is, hát a naplóban szerepel, hogy amikor az orosz városparancsnokkal tárgyaltak, és egy olyan dokumentumot hozott létre az Írószövetség, amelyben azt írják le, hogy nincsen deportálás, de ha véletlenül volna, akkor rögtön lehet, az írószövetség jelezheti, és akkor az orosz városparancsnokság tesz azért, hogy ne legyen. Tehát már ez is egy diplomáciai mű volt, hogy ezt az írószövetség, Hály Gyulának volt ez a fogalmazása, ez egyáltalán így megszülethetett. Tehát az írók akkor úgy gondoltak, hogy egymást kell menteni. De hát ilyen írói mentés már korábban is volt apám életében, hát hiszen 45 után, amikor Németh László, Szabó Lőrinc, hát nagyon súlyos helyzetben volt, nem is beszélve a többiekről, Kodolányiról, Féjáról, akkor szintén megpróbált egy mentési akciót csinálni, tehát ez valahogy benne volt Illyés Gyulában és Dériben is ebben az egész nemzedékben, hogy egymásért azért kiállunk, tehát írók vagyunk, együvé tartozunk, a szellem világába tartozunk, és ez a legfontosabb. Nem számít a politikai nézet, mert hiszen aztán apám megmondta a véleményét, és vitázott, és Déri kommunista volt, de más módon volt kommunista, mint mondjuk Kálai Gyula, aki nem volt író, és apám nem volt kommunista, és megmondta a véleményét, de a szellem területén összetartoztak, és ez volt a legfontosabb. Így is felveti a kapcsolatot több írószövetséggel. Figyelembe kell vennünk, hogy nem működött a posta. Nem volt távirda. Rendkívül nehéz volt a konzultációt, az jól fog látszódni a kötetből is, hogy ugye több szinten ment a levélváltás. Egyrészt az Írószövetség, mert ezt a Magyar Pen Club válaszolt a francia Írószövetség, de szovjet lapokban közölték le. Tehát újra egy szűrt képet kaptak a nyilatkozatokról, alig tudtak információt szerezni. Nagyon nehezen ment
a folyamatos párbeszéd, nagyon sok volt a félreértés, rendkívül nehéz volt tiszta képet alkotni. Azt mindenféleképpen ki kell hangsúlyozni, hogy a francia írók szerepe igen jelentős volt, ahogy Illyés is írja, nem vagyunk egyedül. Szörnyű volt látni, hogy az írószövetség sem egységes. Volt egy elenyésző kisebbség, aki másképp gondolkodott, és egy pillanatig sem haboztak ahhoz, hogy ezt a nemzetközi fórumon szóvá is tegyék, és Illyések minden tiltakozása hiába valónak bizonyult. Ugye Pór Bertalan, Bölöni György és Fodor József nyilatkozatai a francia baloldali sajtónak fantasztikus nagy károkat okoztak. Fájdalmas volt szemlélni már januártól a Magyarországra látogató testvéri szocialista országok küldöttségeit, a bolgár, cseh, román és később a kínai küldöttség, akik a legmesszebb menőkig elítélték az 56-os eseményeket. Nagy Imrét már árulónak nevezték, és a tiltakozások hiába történtek már az Írószövetség részéről, január 14-én fel lett függesztve. Tehát az utolsó fórum is megszűnt Illyésétnek, ahol még tiltakozhattak egységes formában. Azt hiszem, hogy ez a csalódás apámnak, ez a lelki átalakulás az optimizmusból a depresszióba, az elkeseredésbe ekkor történt, amikor látta, hogy nem lehet javítani a helyzeten, és attól fogva ő neki, hát ugye kórházi kezelésre szorult, és utána én emlékszem éveken át egész erős gyógyszereket is szedett, és súlyosan depressziós volt. Ez megtalálható a verseibe. A verseibe is ott van a nyoma. Talán furcsán hangzik, hogy ebben a naplóban olyan szavak fordulnak elő, amelyet ma egyre kevesebbet hallunk. Tehát előfordul benne a nemzet szó, a nép szó, a függetlenség szó, amely szavak eszményeket testesítenek meg, és amely szavakat én sem a politikai diskurzusban nem hallok ma ugyanolyan gyakran, de bizonyos, úgy érzem, hogy bizonyos helyzetekben, kifinomult intellektuelek körében ezeket a szavakat kiejteni, minthogyha talán még diffamáló is volna. Tehát nekem az a különös érzésem, hogy ezek az eszmények, amelyeknek a nevében akkor én magam is úgy éreztem gyerekként, hát kislány voltam még, de úgy éreztem, hogy egy egész ország egybeforr, ez most, minthogyha nem volna. Ennek a 100 napnak a krónikája egy olyan tökéletes hazafit tárt elém, olyan tökéletes gondolkodású, hazafias gondolkodású embereket tárt elém, gondolok itt az Írószövetségben a többi íróra is, hogy egészen döbbenetes hasonlóságot tükrözött az akkori véleményük a mi jelenlegi véleményünkkel. Azon kevés kötetek egyike lesz ez, az olvasó majd kézbe veszi, hogy belecsöppenhetünk az eseményekbe, úgy, ahogy Illyés ott volt, ahogy ő hallotta, ahogy ő látta, ahogy ő leírta. Nincsen mit félremagyarázni, ott vagyunk benne a történetben, ez lesz a helyes szempont. Nem csak ő, hanem a hozzá közel álló írótársak és íróbarátok. Ebben a kötetben szerintem az olvasó végigtekinti, egyértelmű válik, hogy makulátlan hazafiak voltak. Egyre inkább belefáradt azokba a próbálkozásokba, hogy jobbá tegye azt a rossz helyzetet, amiben ment bele az ország, és az utolsó mondat a lényegében a naplónak az az, hogy most már azoké a szó, akik a börtönben vannak. Tehát jelképesen most már ők tudnak beszélni azzal, hogy nem beszélnek.